Kamil! Örülök, hogy Kamil visszatért a kampuszra. Azt hiszem, hogy az én bencikém nem örül annyira, hogy Kamil visszatért. Segnyali! A fiúk olyanok, mint a kisgyerekek. Óvatosan, fiúk, még leejtitek Kamilt! Kamil! Visszajött a barátom. Már annyira hiányzott. Mandy, Kamil nem a barátod, ugye tudod? Miről beszélsz? A tiéd biztos nem, Steph, szóval ne mondj semmit. Mandy, miért van rajtad ilyen fényes rúzs? Nem áll jól neked. Ne légy féltékeny, nem miattad csináltam. Kamilért van. Kamil! Kamil! Elég legyen, srácok! Hello, Kamil! Kamil, tesó, annyira örülök, hogy visszajöttél hozzánk! Dance, láttad, hogy egy jobban felemeltem Kamilt? Azért, mert a jobb kezem olyan erős, mindig azzal fogom az ütőket. És látom, mennyire élveztétek Kamil dobálását. Dance, miért vagy ennyire feldúlt? Te akartad, hogy Kamil visszajöjjön. Én akartam és nem akartam. Kamil nem a barátunk, hanem a riválisunk. Mekkora egy köcsög vagy? Vigyázz a szádra, én vagyok a kapitányod. Elég volt, elegem van belőled. Menjünk edzeni inkább. Dance, legalább ma ne edzünk. Pihenjünk. Egyébként Kamil mindenkit meghívott pizzára. Süket vagy? Azt mondtam, futás az edzésre. Nincs pizza. Benz tényleg kifulladt. Unalmas az edzéssel. Gyerünk, megint kiabálni fog. Srácok, a tesóm visszatért! Hé, Kamil, menjünk el a kajáldába pizzázni, jó? Gyerünk, menjünk. Hé, Kamil. Hé, Mandy. Annyira örülök, hogy visszajöttél, annyira hiányoztál. Én is örülök, menjünk. Micsoda idióta. Fiúk, kínáljátok a popcornt a tinédzsereknek, mert ti csak limonádét árultok, és a popcorn tényleg áll és megromlik. De én mindig kínálom, Bubble meg nem próbálja, még a fizetését sem fizetném ki ebben a hónapban. Szia, baby, igen, a te drágád dolgozik, limonádét és popcornt árul. Kivel beszélget? Nem tudom, valami kislánnyal. Akarod, hogy elvigyelek egy vidám parkba ebben a hónapban? Vegyek neked jégkrémet és cukorkát? És elvinnélek póni lovagolni? Megengedhetem magamnak, mert most már dolgozom és van pénzem is. Bubble, megőrültél? Ebben a hónapban nem kapsz fizetést, mert nem árult popcornt. Igazából ez nem igazságos. Én adtam el a legtöbb popcornt, és minden vásárlóra mosolygok, és Dylan csak a pénzt számolja. Moka, nézd csak, kivel beszélt a telefonban. Nézzük csak meg. Ceci? Az meg ki a fene? Semmi között hozzá. Pattogatott kukoricát árulj, és ne telefonálj a munkahelyeden. Lúzerek, adjatok egy kis limonádét. Popcornt. Nincs limonádé, és nincs popcorn. Ti két dagadt nyárspolgár, menjetek edzeni. Ez a Benz egy nagy seggfej. Nem szeretnék a csapatába lenni. Lúzerek, kaphatok egy pohár limonádét? Kifizetem, ha megkapom a fizetésemet? Nem probléma. 4 fontért kapsz egy limonádét, csak biztos úr. Haha, mi vagy te? Kapzsi. Tessék, 4 font! Délen, adj csak felügyelőnek egy kis limonádét. Aha, ez az! Jöjjön máskor is csak felügyelő. Max tényleg kórházba ment? Igen, képzeld el! Leesett a lépcsőn és összeomlott! Az orvosok azt mondták, hogy nem dolgozhat tovább a kampuszon. Most már nincs tanárunk. Nagy kár Maxért. Isten hozott Kamil! Oho! Kamil, fánkot sütöttünk neked! Laura, miért hazudsz? Nem mi csináltuk. A cukrászdában vettük neked. Laura, mint mindig! Hazudozó vagy. Tada! Ó, imádom a fánkot! Puzzle, a fánk nem neked szól, Kamilnak van. Hát valójában Kamil a tesóm, ezt én is kipróbálom. Figyelem, figyelem! Ez itt Chuck Lennőr! Minden tínédzser azonnal gyülekezzen az osztályteremben! Ismételem a halláskárosultaknak! Minden tínédzser azonnal jelentkezzenek az osztályban! Ó, megint valami nagy dolog történt az egyetemen. A lúzerek készülnek valamire. Menjünk, derítsük ki, mit akar. Lányok, kaphatok még egyet? Nem. Jézusom, mit akar ez a Chuck? Igen, azt hiszi, hogy ő valami kemény sarú. Rendben, lányok, gyerünk.
Igen, a kicsikéd újra a vonalban van. Már hiányoztál, édes vattácskám. Bubble, tedd le a telefont, már így is idegesítesz. Ó, az egyetemi csetszobában azt mondták, hogy csak osztálytalálkozót tart, valami történhetett. Oké, bébi, nem érek rá. Rengeteg dolgom van. Több pénzt kell keresnem, hogy minden nap meglovagolhassam a pónidat. Rendben, menjünk, nem akarok utolsó lenni. 148! 149! 150! Vége a gyakorlásnak, hölgyeim! Anyu, nem érzem a karjaimat. Most pedig fel a cipőket és irány az osztály. Csak rendőr mozgósítja az egész kampuszt és nem vár meg minket. Na, Doug, mi van ma Benszel? Azt hiszem elment az esze. Milyen diktátor. Gyerünk, siessünk, vagy megint felrobban. Ezek a lúzerek megint elkéstek. Gyerünk, mindig mi vagyunk az utolsók. Megkérdezhetném, hogy mi az az alkalom, amiért mindannyian itt vagyunk? Igen, siethetnénk, kérem, mert még mindig van 24 pohár limonádé és 10 pohár popcorn, amit el kell adnunk. Hello, baby, most nem tudok beszélni. Dolgozom, pénzt keresek. Az én pimaszkám hívott. Egyébként, látod ezt a helyet? Így szokott Max tanár úr ülni, de Max már nincs itt az egyetemen. Szóval most itt fogok én ülni. Ez a helyzet. Micsoda? Benz, csak mostantól a tanárunk lesz. Az kizárt, ő csak egy biztonsági őr. Nos, mostantól én vagyok a tanárotok. Hallgassatok rám, vagy bezárlak titeket a szekrénybe, és lekapcsolom a villanyt. Csak, én ellenzem, nem lehetsz tanár. Aha, nem kérdeztem, hogy van-e ellenvetés. Én is ellenzem, hogy Chuck legyen a tanárunk. Ha az őr lesz a tanárunk, mindannyian hülyék leszünk, nem akarunk hülyék lenni. Haha, Puzzle, hadd áruljak el neked egy titkot. Te hülye vagy. Oh, nem vagyok hülye! Megőrült? Kicsim, nem tudok beszélni. Mondtam, hogy dolgozom. Majd később hívlak. Oké? Chuck, nem válasz egy kicsit túl sokat? Sosem leszel tanár. Ezt vésd az eszedbe. Mandy, már nem vagy a főnököm. Ki vagy rúgva? Nem vagy többi egyetemi adminisztrátor. Most már tévedsz. Kelj fel, és menj és őrizd az egyetemet. Most. Nem, nem megyek. Keres magadnak egy új biztonsági őrt. Ha egy őr lehet tanár, akkor én is az leszek. Tudom, hogy kell pörgetni egy labdát az ujjamon. Dance, ülj le! Te egy kosárlabdázó vagy, ennyi! Csak egy pillanat. Én vagyok a legokosabb közületek, és csak akkor lehetsz tanár, ha jól tanulsz az iskolában, és én kitűnő tanuló vagyok. Hé, kocka, ha ilyen okos vagy, akkor mondd meg nekünk Kína fővárosát. Ennél jobbat is kaphatnál. Kína fővárosa Peking. Lívka, mondd Luxemburg fővárosát, azt nem tudja úgyse. És a Luxemburg fővárosa? Ó, nehéz kérdés, még csak nem is hallottam róla. Luxemburg fővárosa Luxemburg. Mondd meg nekünk Honduras fővárosát. Haha, Honduras. Doug, miről beszélsz? Mi az a Honduras? Valójában egy köztársaság. Hondurasnak hívják. Nincs ilyen köztársaság, ami azt jelenti, hogy nincs fővárosa. Nem, nincs. Honduras létezik, és a fővárosa Tegucigalpa. Doug, honnan tudod te ezt? A nagynéném Hondurasban él. Srácok, azt mondom, szavazzunk. Ki támogatja, hogy Chuck legyen a tanárunk? Én! Nem szavazhatsz magadra. Biztonsági őrtanár. Én leszek a tanár, mert én voltam Max helyettesítője. Nem! Akkor nem. Azt fogod kívánni, bárcsak engem választottál volna. Soha nem fogjuk tudni kiválasztani, és most kell egy tanár. Akkor hagyd, hogy a feliratkozók döntsenek. Srácok, írjátok meg kommentekben, ki lehet közülünk tanár. Tegyetek egy lájkot, iratkozzatok fel, kattintsatok a csengőre, és várjátok az új részeket. Sziasztok! Sziasztok!